Ízlésesen berendezett nappali rész, mellette kényelmes háló benne fürdőkáddal, így néz ki a lakosztály sóstó négy csillagos szállodájában. Két éven nyílt meg, de sokáig nem élvezhették a vendégek. Tavaly tavasszal ugyanis beütött a járványhelyzet, és a turizmus szinte teljesen leállt. Azóta már többször visszaerősödött, idén is voltak nehezebb hónapjaik a szektor dolgozóinak. A nyár azonban már jól sikerült, a belföldi forgalom tekintetében minden idők legjobb szezonját könyvehették el a vidéki destinációkban. A tavalyhoz képest a vendégészakák száma júniusban 66, júliusban 22, augusztusban pedig 16%-kal volt magasabb országosan, ezt Sóstú gyógyfürdőn is itt tapasztalták, az elmúlt nyárhoz viszonyítva 30%-os volt a növekedés a vendégészakákban. Májusban lehetőség adott a nyitásra, így június, július, augusztus hónapban már érezhető volt ez a 30%-os vendégészak a növekedés. Úgyhogy ez betudható annak is, hogy nyíregyháza, mint destináció, és egyre előrébb lép, és egyre több látogatója van. Ugye 2019-ben még csak a 24. leglátogatottabb város volt Magyarországon, még 2020-ben már a 13. leglátogatottabb város volt Magyarországon. A Magyar Turisztikai Ügynökség televízió megkeresésére azt közölte, a nyár az egész megyében kedvezően alakult, a három hónapban összesítve több mint 100 000 vendég, 252 ezer vendég éjszakát a megyes szállás helyein. A vendégek száma 16, a vendég éjszakáké 26 százalékkal volt magasabb, mint 2020 nyarán. A forgalom java hazai vendégektől származott, a külföldiek még váratnak magukra, az ő mielőbbi visszatérésükre is szükség lesz azonban a következő évekre kitűzött tervek eléréséhez, amelyekről még egy nyári sóstói rendezvényen beszélt a hazai turisztikai ügynökség vezetője. 2030-ig az volt a célunk, és maradt továbbra is, hogy 20 millió vendéget hívjunk, lássunk vendégül Magyarországon, 50 millió vendégészakát töltsenek el nálunk, legyen Magyarország vezető turisztikai térség. Ilyen van minden cél az a jobb, hogyha még gyorsabban, gyorsabban korábban tudjuk teljesíteni ezt, ezt a kitűzött célt. Ezen a nyáron egyébként a szálláshelyi forgalom szempontjából nem meglepő módon Nyíregyháza volt a legkiemelkedőbb település a megyében, de Nyírbátort, Vásárosna, Mint, Kisvárdát, Tivadart, Tiszabecset és Rakamaszt is sokan keresték fel. A megyes szállodáiban idén augusztusban már a kétharmada ki volt használva a szoba kapacitásnak. A szeptember is jól sikerült, és októberre is jók a kilátások.